Helyjáratú autóbusz Pécsen. Olcsóbb lesz a közösségi közlekedés a városban. Kedvezményesen kaphatnak bérletet egyesek, például a mentősök. Erről is döntöttek a városházán a legutóbbi közgyűlésen, mondja Pécs alpolgármestere. Most lehetőségünk volt arra, hogy a költségvetés is jobb, jó állapotban van Pécsett, hogy az ő munkájukat anyagilag is elismerjük. Egy 50%-nál nagyobb mértékű kedvezményt biztosítunk a helyi tömegközlekedés áraiból. Ez azt jelenti, hogy egy bruttó 4200 forintos kedvezményes bérletet fognak tudni váltani a jegypénztáraknál a jövőben a mentőszolgálat munkatársai a mentős igazolvány felmutatásával. Kedvezményt kapnak még más társadalmi csoportok is. Erre szintén rábólintottak a képviselők. Kibővül a korábban kisgyermekesként ismert bérlet, kisgyermekes és szociális bérlet lesz az új neve, hiszen az azt igénybevevők köre új jogosulttal bővült, azon személyek is a jövőben igénybe vehetik, akik ápolnak, ápolási díjban részesülnek, és tartósan fogyatékos családtagot ápolnak. Korábban erre csak azok voltak jogosultak, akik tartósan beteg kiskorú gyermeküket ápolták. A kedvezményes bérleteket júliustól válthatják meg az érintettek.